Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy rövid videó lesz az új 525-ös KDR-ben előkerülő újításra szeretném felhívni a figyelmet, hiszen ez nagyon hasznos lehet annak, aki szeretné szépé tenni a rendszerét. Azaz beállításokat megnyitjuk, azért van itt, hogy lássuk, hogy az 525 5-ös van fent nekem, megjelenítés. A megjelenítést ismerjük, gyakorlatilag a beállítás nagyon egyszerű, rengeteg lehetőségünk van, rengeteg nagyon szép, előre elkészített, beállított és jó kis plazma kinézetünk van, ezek között lehet válogatni, de a színek beállítása hasonlóképp egyszerű, letölthetünk színsémákat. Értelemszerűen egy-egy előre elkészített színséma nem feltétlenül nekünk jó, azaz a plazmába, a témába benne lévő színséma nem biztos, hogy nekünk a háttérhez igazából igazodik. Sokan azt szeretik használni, hogy letöltenek egy sémát, és utána azt a háttérképet állítják be, ami a képen van, mármint azon, ami bemutatja azt a témát. Azaz olyan szép, egységes lesz. De ha neked nem jó az a háttérkép, mert más szeretnél használni, akkor azért ütközések színben, kinézetben lehetnek. Milyen lehetőségeink van az 525-ös KDR felett? Azaz 525, 26, meg a későbbiekben is valószínű megmarad. Bevezették azt, hogy a színeknél nem csak színsémát lehet letölteni, nem csak kézzel lehet beállítani a színsémát, hanem a jelenlegi színsémát használhatod, ez a meghatározott régi, hagyományos megoldás, vannak színsémák, és arra rábögsz és kiválasztod. Illetve a következő lehetőség, hogy a háttérképből megpróbálja legenerálni a főszínt, megpróbálja beállítani neked azt a szín elképzelést, amit a háttérből ő úgy gondol, ez nem mindig fog működni, illetve nem mindig lesz esztétikus. Ő egy átlagot fog nézni, itt lehet látni, hogy viszonylag hasonló színeket tartalmazónál szépen megtalálta azt a lehetőséget, a kinézetnek megfelel, azaz vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Logikus, igaz? Logikus. Én elfogadtam most jelenleg ezt a beállítást, azaz szép lesz, összehangolja a hátteret és a beállított színsémádat. Kényelmes, természetesen ezek után is tudod te a színsémát változtatni, finomítani, beállítani, rákattinthatunk arra, amit szeretnénk állogatni, és utána beállítod. Oké, nagyon jó. De mi van akkor, ha nem találja el azt a színt, amit te szeretnél, vagy nem szép lesz? Azért, mert elég nagy szín eltérések vannak, vagy éppen olyan szín dominál területileg az adott háttéren, ami nem igazán illik az egészhez. Jó, megvan a megoldás, természetesen gondoltak erre. A következő beállítás az, hogy adott színek közül választhatsz. Itt fel van sorolva egy csomó szín, azt használod, ami éppen tetszik. Ezek általános, viszonylag szép pasztelszínek. Ha neked ez megfelel, akkor jó. Oké, de mi van akkor, hogyha te mégiscsak azt mondod, hogy neked van háttered, és szeretnéd ővele összehozni? Hát első körben el kell találni azt a szint, amit éppen a beállításhoz jó lenne, hogyha beállítódna, azaz, amit beállítani szeretnél. Majd utána az egyéni színre idemész, erre a kis jelre, és megkapod a szín beállítást. Természetesen kézzel is beállíthatsz ebből a választópanelből olyan szint, ami neked tetszik, vagy ebből a választópanelből, hiszen látható itt a páron kívül azért elég sok van, tehát van lehetőséget beállítani, vagy a képernyő színének kiválasztása, ismerős a panel, tehát nem lehet senkinek semmi olyan gondolata, hogy olyan panelt kapott, amit még nem használ, képernyő színének kiválasztása, és oda navigálsz ezzel a kis kurzorral, ezzel a kis kereszttel, ami főszínnek szeretnél megadni, legyen ő. Legyen ő. Rákattintunk, és leokézzuk. Oké? Leokézzuk, és már is a beállítás az összes színsémába be fogja ő illeszteni, és ha ezen szeretnél még változtatni, természetesen megteheted a beállítások panelnél, azaz testre tudod szabni a színsémádat gyorsan a háttérképhez.
Én ezt hiányoltam egyébként nagyon-nagyon sokáig a beállítási lehetőségekből, hogy én egy saját háttérképet kiszoktam választani, ahhoz beszoktam állítani a színeket. Szuper, igaz? Nincs vele semmi gond. És hogyha váltok egy hátteret, mert éppen ez nem tetszik, vagy télen jó lenne egy kicsit melegebb színeket használni, hiszen a meleg, a komfortérzetünk azzal nő, hogyha egy nyári képet nézünk, vagy vízpartot, akármit, vagy éppen olyanon van, hogy szürke hátteret szeretnék, akkor a színsémákat át kell állogatni, át kell variálnom kézzel. Nyilvánvalóan, hogyha saját beállítás van, de igazából jó lenne, hogyha háttérre rábökve, hogy na hát ez a háttér, és légy szíves valami elgondolást tenni, vagy éppen így, ahogy az előbb láttuk, elemelni róla azt a szint, amit szeretnénk. Hát bizony ezt hiányoltam, most bent van. A testre szabás, a tényleges testre szabás ilyenkor viszonylag gyorsan megtörténhet, hiszen kiválasztott szint szerint beállítod a színsémát. Ezen általában nem kell nagyon változtatni, hiszen a főszínek, a jellemzően látható színek gyorsan kialakulnak, gyorsan beállítja, és utána nem kell vele foglalkozni. Azaz, nagyon kényelmes lehetőséget kaptunk az 5-25-ös és a feletti verziókba. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és jó használatot kívánok! Ezzel egy picit olyan kinézetet kapsz a rendszeredbe, mint hogyha te sokat dolgoztál volna vele, hiszen pillanatok alatt elvégezhető munka, és a gyári, a letölthető színsémáktól erőteljesen eltérő beállítást is megtehetünk villámgyorsan. Köszi szépen, sziasztok!